Túl van az úgynevezett ráhangoló héten a Nyíregyháza Spartacus. A szokásos orvosi vizsgálatokat követően a Lucsánszky Tamás vezette szakmai stáb napi egy edzést vezényelt a futballistáknak, azokon azonban alaposan megdolgoztatták a játékosokat. A keret még alakul, Szécsi Márk az élvonalbeli újonc Puskás Akadémiához szerződött, érkezett viszont Paksról Kesztyűs Barna és a korábban az MTK és a Paks csapatában is szereplő Kelemen Dávid. A legnagyobb név a visszatérő Bajzát Péteré, aki korábban 67 gólt szerzett a Spari színeiben. A vezetőedző szerint az elmúlt héten senki hozzáállására és munkájára nem lehetett panasza. Maximálisan elégedett vagyok, nagyon jó hozzáállással dolgoznak a fiúk. Az átigazolások azok még nem úgy sültek, ahogy szeretnénk, de abban is jelentős változás van, úgyhogy azt gondolom, hogy elégedett lehetek. 10 napos edzőtábort, azt gondolom, hogy minden igényt kielégítő edzőtáborban, legalábbis az előzetesek szerint fogjuk eltölteni. Mindenképpen azt szeretném, ha össze tudnánk rakni azt az alapjátékot, amire aztán majd utána fogjuk tudni építeni a hosszú távú elképzeléseket. A csapatkapitány Rudolf Gergely sokadik felkészülését kezdte el. A rutinos játékos szerint megterhelő hetet tudhatnak maguk mögött. Keményen belekezdtünk, ami nagyon kellett, mert erőben úgy nem voltunk olyan állapotban, ami kellett volna, úgyhogy nagyon jók az edzések, profin dolgozunk, meg talán nagyon jó szakmai stáb jött össze, mert értjük azt, hogy mit szeretne az edző, és úgy gondolom, hogy ez nagy hasznunkra lesz a következő szezonban. A Ferencváros színeiben 69 bajnoki meccsen védő Jova Levente a legutóbbi szezonban Soroksáron játszott, így a vezetőedzővel együtt érkezett a Sparihoz. Mindenféleképpen ugye jók a benyomások Nyíregyházáról, mind a tényleg itt a csapat körülményeiről, azért itt látom azt, hogy tényleg itt reális esély van ugye a feljutásra, meg itt megvannak a tervek. Körülmények is olyanok, hogy tényleg így egy profi csapathoz kell, mert ugye én is voltam már profi csapatnál, és ugye látom azokat, hogy tényleg a Nyíregyháza is a szint felé tart, és közel jár ahhoz. Én szeretek nyomás alatt védeni, meg játszani, mert ugye a Ferencvárosnál is voltak kint ugye nézők, még 18 évesen, amikor oda kerültem, szóval feljutó csapatnál még nem voltam, hogy ugye a feljutás a cél, csak ugye bajnoki cím a cél, de tényleg itt is ugye fel kell jutni, nyilván nehéz lesz, mert ugye a Nyíregyháza az is egy nagy múltú klub, és ugye mindenki meg akarja mutatni ellenük, de tényleg most, hogyha itt egyben lesz a csapat, és jók leszünk, akkor meg lesz minden esélye arra, hogy feljussunk. Mint a csapatkapitány elmondta, nem csak a pályán, hanem azon kívül is alakul a csapat. Az öltözőben most nagyon jó a közösség, tehát tényleg olyan játékosok jöttek, akik nem csak futballozni tudnak, hanem emberileg is olyanok, akik illeszkednek a csapatba. Úgyhogy én nagyon bízom bennük, hogy egy sikeres szezont fogunk együtt végigjátszani. A Spari a szlovéniai edzőtáborban elsőként az orosz Anzsi Mácskala, majd a folytatásban a grúz Dinamo Tbilisi, a szerb FC Cukaricki és az angol Luton Town ellen lép pályára.